A következő tétel bizonyítás előtt feltétlenül szeretnék arról beszélni, hogy én miért tartom jobbnak a folytonos lineáris transformáció, transformált elnevezést. Úgy gondolom, hogy ha folytonos függényekről, korlátos függényekről beszélünk, akkor mind a ketten ugyanarra gondolunk. Azaz folytonosság esetén, ugye környezetes definícióra gondolva, hogyha az x közel van az x nullhoz, akkor az fx, ugye az közel van az fx nullhoz, tehát hogy az epsilon deltás dologról van szó, illetve a sorozatos definíció, ugye az pedig, hogyha az x-en sorozat, tetszőleges x-en sorozat tart az x nullhoz, akkor nyilván az fx-ennek a sorozata az meg tart az fx nullhoz. Jó, tehát ez teljesen egyértelmű, úgy hiszem, és amikor a definíciót megadtam az előző videóban, ugye a folytonos lineáris transformációk, egyre csak azt hittem, hogy folytonos. Hát igen, ahogy ugye a metrikus elejében definiálva van, egyértelmű a dolog. Na most, hogyha korlátos függényekről beszélünk, akkor én úgy hiszem, hogy mindenki arra gondol, hogy van olyan szám, ugye nyilván nem negatív szám, hogy az függvény értékek abszolút értéke, az most már persze normája, az kisebb, mint ez a szám minden egyes x elem esetén. Jó? Változó esetén mondhatjuk így is. No. És hát nagyon vigyázni kell, mert lineáris transformáltak esetén nem ez a definíció a korlátosságnak, hanem az, amit ide fölírtam. Persze, van olyan célszám úgy, hogy a tx-nek a hossza az kisebb vagy egyenlő, tehát mondjuk abszolút érték, de igen, az kisebb vagy c-szer az x-nek a hossza. Nyilván az x-ben van, ez pedig az y-ban. Tehát itt van az x-es szorzó. Ez a definíció a korlátosság. Tehát nem az, amit megszoktunk. Jó? Nyilván lehetne újabb jelzőt hozzácsapni, hogy mondjuk Lipschitz korlátos, ugye, mert meg van szorozva ezzel a változóval, de nyilván lustaság szempontja, meg így is van bőven elég sok jelzők, tehát nagyon tessék odafigyelni az irodalomban, ez a definíciója annak, hogy egy lineáris transformáció korlátos. Jó? Tehát azért szeretem jobb a folytonosságot, mert ugyanarra gondolunk, itt a korlátosságnál, meg ez a korlátosság, erre a korlátosságra kell gondolni, erre a definícióra. Illetve a másik az, hogy amikor beszélünk folytonos, meg korlátos függvényekről, akkor tudjuk, hogy hát itt ezek a folytonos, meg korlátos függvények a tere az nem egyezik meg. Nyilván, például, hogyha zárt halmazon veszem, akkor persze tudjuk, hogy ugye valós függvényekről beszélünk, hogy a minden folytonos függvény korlátos. De persze végtelen sok függvény van, ami korlátos, de nem folytonos. Tehát, hogy mintha a korlátosság lenne csak a feltételünk, az sokkal gyengébb, és akkor sokkal bővebb térről beszélnénk. Jó? És itt van ez a tétel, ami mutatja, hogy ha ugye ez a korlátossági feltétel megvan, akkor ez maga után mondja a transformációnak a folytonosságát is. Jó? Folytonosságát is. Tehát igazából, hogyha valaki korlátos lineáris transformátról beszél, akkor nyilvánvalóan az egy a folytonos is lesz, tehát ugye az a ugye erősebb feltételnek is eleget tesz. Jó? Tehát ezek után nézzük már ennek a tételnek a bizonyítását, ami azt mondja ki, hogy alapvetően ez a három tulajdonság ekvivalens, tehát magyarul a linearitás az egy olyan erős feltétel, hogy a folytonosság folytonos csak a nulla pontban, csak egy pontban folytonos, illetve ez a korlátosság feltétel, ez ekvivalens. Jó? És ugye ez itt egy nagyon-nagyon leszünk itt a folytonos függvényekkel terét, hogy húsz, hát hogyha nullában folytonos, akkor minden folytonos. Tehát igazából nyilván ezek a folytonos lineáris transformátok az nagyon speciális tulajdonságra rendelkeznek, igen, a linearitásra. Ami úgymond elég nagy megszorítás. No, tehát nézzük akkor ennek az állításnak a bizonyítását. Tehát ugye I-ből miért következik az I? Hát azért, mert hogyha függvény folytonos, az azt jelenti, hogy ugye a tér minden pontjában folytonos, itt természetesen a nulla pontban is folytonos.
Oké, okay, következő nyilvánlásuk be, hogy te eljutottunk ide, innen menjünk ide, hogy a nulla pontbeli folytonosságból miért következik ez a korlátosság. Jó? Függvényünk folytonos x nullban, környezetes definíció, ugye akkor azt jelenti, hogy ezért bármely pozitív epsilonhoz így nyilvánvalóan az epsilon egyenlő 1-hez is létezik delta nagyobb nulla, ugye? Pozitív szám, úgyhogy minden, hát nyilván nulla pontban a folytonosságról van szó, tehát hogy a nullától deltánál kisebb távolságra, kisebb egyenlő távolságra elhelyezkedő ugye elemek esetén, hát akkor nyilván itt nullát nem írom ki, hogy le kell vonni belőle, távolság az nyilván, akkor ez itt a norma, tehát ez kisebb, mint delta, úgyhogy bármely, igen. Esetén azt kaptuk, hogy az ugye tx minusz t0, ez meg a távolság, no? Tx-nek a t0-tól a távolság, ez a tx minusz t0-nak a normája, hossza, igen, y-ban vagyunk, ez kisebb, mint, és most egyhez választotta, kisebb egyenlő. Jó, gondolom ezt senkit nem fog zavarni, de azért hagyom, hogy tesz az egyenlőséget is meg, mert ugye itt is korlátosságnál egyenlőség is van. Jó, na, oké, hát mi következik ebből? Nyilvánvalóan a t lineáris transformáció, tehát a tx, az természetesen egy a t, x minusz 0 alapján tx minusz t0, wow. Így a tx-nek önmagának ugye a hossza, ugye az y-térben, tehát a tx-nek a normája, y-normája az kisebb vagy egyenlő, mint 1. Jó? Abban az esetben, hogyha ugye az x-nek a hossza, x-nak a x normája az kisebb, vagy egyenlő, mint delta. Jó. Hát, hogy jön ide teljesen tetszőleges ugye x-beli elemre? Hát, legyen. X eleme, nagy x, tetszőleges. És akkor bővítéssel. Nyilvánvalóan be kell hoznunk ide, hogy ebbe a környezetbe, vagy a zár környezet konkrétan. Tehát, ha lehoztam a hosszával, akkor természetesen ugye egy lesz a hossza, és akkor még szorozzuk meg deltával, tehát akkor ez nyilván olyan, ez olyan, hogy nyilván ennek a normája, tehát ennek a normája az x-ben, az pont a delta. Jó? Tehát akkor be is vittem, és hát akkor nézzük csak mivel kell. Itt szorozni kell ezzel a számmal, ups, sok lesz, ez már sok lesz, 3, tehát az x-nek a hossza, x norma, itt pedig ugye delta. Delta az pozitív, tehát itt semmilyen problémák nincs, ez egy szám, ráadásul pozitív, ráadásul ez a szám, ez pozitív szám, tehát így van. És akkor ugye a transformáció lineáris, tehát akkor a tx ugye az egyenlő lesz, akkor a normát is elég alatt tudjuk írni, tx az egyenlő lesz, hagyjunk ki helyet. Ez a szám ugye akkor skalár, ez kiemelhető, tehát lineáris transformációnk van, így né, delta, és akkor x per x norma x delta. Úgy van. És akkor ennek az elemnek kell venni a transformátját. Oké? Okay. És hát akkor nyilván, hogyha nézem ezen elemeknek az y-normában vett hosszát, akkor itt a norma tulajdonságot kihasználva, mi az egy pozitív szám, nem kell abszolút értékbe tennem, hogy kihozhassam ezt a számot. Igaz, így írhatom, és meg van szorozva természetesen a
t-nek az x per x norma x d helyen fölvett, ugye, elemnek a hosszáma. Úgy van. Ez ami pontosan a hosszú delta, tehát akkor itt ebben az esetben ez kisebb vagy egyenlő, mint 1, tehát akkor azt kapjuk, ez kisebb vagy egyenlő lesz, mint ez a kifejezés, tehát ezt már így írom, hogy 1 per delta szor x, x norma, és akkor látjuk is, hogy az epsilon egyenlő 1-hez tartozó delta választással, hogyha a adódó megfelelő delta értéket véve, a c-t választva 1 per deltának, akkor már is azt kapjuk, hogy tetszőleges, hogy x eleme x esetén a tx-nek az y normája az kisebb vagy egyenlő, mint c-szer az x-nek az x normája. Tehát valóban ezt a korlátosan feltételt akkor teljesíti. Úgy van, tehát abban következik az, és akkor nézzük a harmadik tulajdonság, ugye az i-i-i ből, hát akkor most megyünk vissza az első tulajdonság, miért is igaz. Tehát itt ebben az esetben azt tudjuk, hogy ugye van ilyen C-szám, hogy ez a tulajdonság teljesül, ezt nem akarom leírni, és legyen ugye tetszőleges pontban, tehát legyen az x, és akkor most melyik definíció szerint is akarom igazolni azt, hogy ugye az f az folytonos, most legyen a igen, x, és h eleme x tetszőleges. Tetszőleges. No, ekkor megint csak a t linearitása miatt a tx plusz h minusz tx, ugye az egyenlő a th-val. Jó? Ez a t lineáris transformáció. Akkor természetesen, ugye, megkérdezem az y normákat, akkor nyilván egyenlőség továbbra is fennáll. Norma. És úgy használjuk azt, hogy tudjuk, hogy ez a tulajdonság teljesül, azaz van olyan C, hogy ez, vagy akkor kisebb vagy egyenlő, mint ez a C számszorozva, ennek a H ellennek az ugye hosszával, tehát az X normában vett normája. Oké, okay. Jó. Tetszőleges X és H. Ellene nagy X esetén. Mi történik akkor, hogyha a H tart a nullához? Hát, hogyha H hossza, nyilvánvalóan. Itt mi is lesz, hogyha ugye a H tart a nullához, hát ez ugye így értendő, akkor természetesen azt fogjuk kapni, hogy ez a jobb oldal nullához tart. Hát a bal oldal, most itt nyilvánvalóan normáról van szó, tehát ez biztos, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, nem lehet negatív, tehát akkor persze. Hától függetlenül ez biztos, hogy nullához fog tartani. Akik, akkor legyen ez már fölkötve. Jó. És akkor ez természetesen azt jelenti, hogy ennek a távolságnak, ugye, tehát itt ennek a, ugye ez a norma, az szintén nullához tart. Tehát a tx plusz h-nak a távolsága a tx-től az tart a nullához, tehát akkor nyilvánvalóan hogyha H tart a nullához, ez azt jelenti, hogy a T az X-ben folytonos. Tehát az X meg tetszőleges volt. Azaz valóban ezen feltétel maga után vonja a folytonossági feltételt. Jó? No, és akkor ezek után nézzük, hogy mit mondhatunk akkor az ilyen folytonos, lineális transformátokról, azoknak a teréről. Jó? Az lesz a folytatás.